Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, hiszen az energia nagyon hasonló. Két napra, április 25-ére és április 26-ára. A mai napon Sztíra energiamező van. Az azt jelenti, hogy mennyire fontos jelenleg a biztonság érzete. Azt is jelentheti, hogy nehéz most valamitől elbúcsúzni, hiszen szeretnél valamit vagy valakit fogva érezni, tehát itt is kell a biztonság érzete. A hold az indiai számítás szerint a vízöntő jegyében van, a Satta-Bhisha holdházban. Lefordítva ez annyit jelent, hogy 100 félelem, 100 gyógyító erő, 100 szerencse. Ezt hogy lehet értelmezni? Ha félelmeid vannak, akkor nem mennek előre az események. Tehát itt van 100 félelem, de itt megvan a gyógyító erő és a 100 gyógyulás, és ha áttetted magad a félelmeiden, akkor ott van a 100 szerencse. Tehát így hat ránk a mostani hold energia. És ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél az indiai számítás szerint, a felvétel alatt ott van egy tabella, ahol utána nézhetsz. És én indítanék a kós jegyével. Az indiai számítás szerint itt van a nap. Utal a havi témára, megvilágít valamit, itt lehet egy új kezdet. Itt a kos jegyében van Uránusz bolygó, ami jelenti a változásokat. Azon kívül itt található Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal kármikus témákra, megújulásokra, egy új kezdetre, változásokra. Merkur bolygó elbúcsúzott a kos jegyétől, és a bika jegyében van. De ott van a közelben, tehát ez lehet még mindig egy jó hír, vagy egy szerződés. És a bika jegyénél gyakran anyagiakról van szó. Jupiter bolygó és Neptun bolygó a szomszédban van a halak jegyében, ez is segít. Különösen a művészeti területekről van szó, vagy egy álom megvalósításáról, vagy egy bírósági ügyről. Gyakran olyan helyzetről, ami eddig olyan igazságtalannak tűnt, itt most meg lesz az igazság. Mars bolygó, Vénusz bolygó és a hold a vízöntő jegyében van, de hát a levegő elemében. És a kos jegye az a tűz eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban áll egymással, tehát itt megvan a könnyűség, a szerencse, a párkapcsolatot illetően. A bika jegye. Itt mozog most Merkur bolygó. Előre mennek az események, lesz egy fontos hír vagy szerződések. Mars bolygó küld energiát kívülről, tehát valami vagy valaki erőt ad számodra. Az is lehet, hogy egy férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó és Neptun bolygó segít, hiszen Jupiter és Neptun a halak jegyében van a víz elemében, és a bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással, és ez jól hat ki a bika jegyére. Ami a szerelmi életet és az érzelmeket illeti, illetve érzelmekről beszélni most nem könnyű a bika jegyében születetteknél, hiszen Mars, Vénusz és a hold az a vízöntő jegyében van, és az nincs jó hatással a bika jegyére, tehát itt kell még a türelem. És az ikrek jegye. Az ikrek jegyében nincs jelenleg mozgás, nincs külső hatás.
Merkur bolygó a szomszédban van, az jól hat ki az ikrek jegyére, itt vannak fontos beszélgetések, vagy egy előnyös szerződés. Vénusz bolygó, Mars bolygó és a Hold a vízöntő jegyében a levegő elemében van, és az ikrek jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, tehát itt megvan a harmónia, a szerencse, a szerelmet illetően. De Jupiter bolygó és Neptun bolygó nincs jó hatással most az ikrek jegyére, valami igazságtalanság történik, vagy egy bírósági ügynél nem mennek előre a dolgok, és ez csalódásokhoz vezethet. A rák jegye. A rák jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont van külső hatás. Jupiter bolygó küld energiát a rák jegyébe, és ezek a lehetőségek. Valamilyen jó ajánlat közeledik hozzád. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyébe. Itt vannak sorsdöntő változások, külső hatás, vagy valamit ki tudsz itt építeni. Ami a kommunikációt illeti, az jó hatással van most a rák jegyére, hiszen Merkur bolygó a bika jegyében a föld elemében van, és a rák jegye az a víz eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban állnak egymással. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ami a bírósági ügyeket illeti, itt van jó hatás, hiszen Neptun Jupiter a halak jegyében a víz elemében van, és a rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Ami viszont a szerelmet illeti, az most fontos a rák jegyében születetteknél, hogy ne legyenek visszahúzódóak, passzívak, hanem keressék a kapcsolatot, mert akkor előre mennek a dolgok, megvan a könnyűség, mert a másik személy vár arra, hogy jelentkezz nála. És ez kihat a szerelemre, kihat az érzelmekre. Az oroszlán jegyében jelenleg nincs bolygó, viszont Mars bolygó, Vénusz bolygó és a Hold szemben van a vízöntő jegyében. Ez kihat a párkapcsolatra, kihat az érzelmekre, itt tükröződik valami, bele kell nézni ebbe a tükörbe, és kell a belső egyensúly. Azon kívül van itt egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Ami a kommunikációt illeti, itt vannak még nézeteltérések, vagy az is lehet, hogy vársz egy hírre, és nem érkezik, és ez csalódásokhoz vezethet. Egy bírósági ügynél valami még átláthatatlan. A szűz jegye. A szűz jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont van külső behatás. Mars bolygó küld energiát kívülről a szűz jegyébe. Ez lehet egy olyan helyzet, hogy valami vagy valaki erőt ad számodra. Jelentheti azt is, hogy egy férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe, itt tükröződik valami. Ez lehet egy szerencse, egy jó ajánlat, de erre oda kell figyelni. Azon kívül utalhat bírósági ügyre, itt is tükröződik valami, át kell vizsgálni valamit. Merkur bolygó az a bika jegyében a föld elemében van. A szűz jegye szintén a föld eleméhez tartozik, ami szerencsét hozhat. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ami viszont a szerelmet illeti, ne légy visszahúzódó, hanem keresd a kapcsolatot, mert így alakul ki valami, ami jelentheti azt is, hogy könnyebben mennek előre a dolgok. Ez kihat a szerelemre, ez kihat az érzelmekre. A mérleg jegye.
A mérleg jegyében van két ú a lefele mozgó kármikus csomó. Tehát itt vannak kármikus témák. Itt a múltról van szó, az érzelmekről van szó, az emlékekről van szó. Mars bolygó, Vénusz bolygó és a Hold a vízöntő jegyében a levegő elemében van. Mivel a mérleg jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia, tehát a szerencse a szerelmi életet illetően, ami egy bírósági ügyet illet, vagy egy olyan helyzetet, amit átéltél, és úgy érezted, hogy ez igazságtalan, itt még átláthatatlan valami. Nehéz itt rendezni, tisztázni a dolgokat. Ami a kommunikációt illeti, ez bizonytalanságokat jelenthet, hiszen nem tudod, hogy elmondj-e valamit, vagy mit közölnek mások. Figyelj azért oda ezekre a dolgokra, és gondold át, mi jó számodra, hogyha beszélsz, vagy inkább légy visszahúzódó. A szkorpión jegye. A szkorpión jegyében nincs jelenleg mozgás, viszont Jupiter bolygó küld energiát a szkorpión jegyébe. Ez lehet szerencse, vagy egy jó ajánlat. Bírósági ügyeknél ez előnyös. Merkur bolygó a bika jegyében van, az szemben áll a szkorpión jegyével, tehát Merkur bolygó által itt tükröződik valami. Kell az egyensúly. Itt beszélgetésekről van szó, vagy egy szerződésről. Ami a párkapcsolatot és az érzelmeket illeti, most olyan bizonytalan vagy, vannak félelmek, de ahogy a mai holtház mutatja, a 100 félelem, a 100 gyógyító erő, a 100 szerencse. Fontos, hogy tedd át magad a félelmeken, és légy kicsit türelmes, mire szerencséd lesz a szerelmi élet területén. A nyilas jegye. A nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, nincs külső hatás. Ami a szerelmi életet illeti, itt szerencse van, hiszen Mars bolygó, Vénusz bolygó és a Hold a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, és a nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik. És a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll egymással. Tehát ez jól hat ki a párkapcsolatra. Viszont Neptun bolygó és Jupiter bolygó nincs most jó hatással a nyilas jegyére, itt igazságtalanságokról van szó. Egy bírósági ügynél minden olyan átláthatatlan, ami csalódásokhoz vezethet. Ami a kommunikációt illeti, figyelj oda a dolgokra, ez lehet egy jó hír, lehet egy kellemetlen hír, és gondold át, hogy mit közölsz másokkal, ne siessd el a dolgokat. És a bak jegye. A bak jegyében van Plutó bolygó és Szaturnusz bolygó. Plutó bolygó segít abban, hogy lezárj valamit. És Szaturnusz bolygó kihat a sorsra. Itt vannak sorsdöntő változások. Vénusz bolygó, Mars bolygó, és a Hold a szomszédban van, ami segít. Tehát itt megvan a levegő eleme, a vízöntő jegyéből küldenek levegőt számodra, ami utal a könnyűségre, végre fel tudsz lélegezni. Neptun bolygó és Jupiter bolygó segít, szerencsét hozhat, vagy egy bírósági ügynél előre mennek az események. Hiszen Neptun bolygó és Jupiter bolygó a halak jegyében, a víz elemében van, és a bak jegye a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme és a föld eleme barátságban áll egymással. Merkur bolygó a bika jegyében szintén a föld elemében van, ez lehet egy jó hír, itt lehetnek nyeremények, vagy egy előnyös szerződés.
A vízöntő jegye. Itt a vízöntő jegyében van Mars és Vénusz bolygó, ami kihat a szerelemre, hiszen Mars bolygó utal a férfias energiára, Vénusz bolygó utal a szerelemre és a nőies energiára, itt van a hold, kihat az érzelmekre. Ez a központi téma. Jupiter és Neptun a szomszédban van, tehát segít. Itt vannak lehetőségek. Viszont, ami a kommunikációt illeti, itt vannak nézeteltérések, az is lehet, hogy valaki megbánt téged, egy szerződés aláírása, az előnytelen jelenleg a vízöntő jegyében születetteknél. És a halak jegye. Itt van Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Mindkettő itt jól érzi magát, hiszen mindkettő uralkodik a halak jegye felett. Itt egy álom megvalósulhat, itt van a szerencse, a jó ajánlatok. Mars bolygó, Vénusz bolygó és a hold a szomszédban van, ez is segít. Küld egy kis levegőt, ahol fellélegezhetsz, könnyebben mennek előre a dolgok, kihat a párkapcsolatra, kihat az érzelmeidre. És Merkur bolygó, az a bika jegyében van a föld elemében, és a halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!